két pályán ütik a röplabdát a játékosok a nagykálói sportcsarnokban. A 14 évvel ezelőtt alakult Nagykálói Röplabda Egyesület a kezdetek óta minden évben rendez egy nemzetközi tornát, amelyen csak amatőr csapatok léphetnek pályára. Már a megalakuláskor az volt a cél, hogy az egyesület tagjai örömüket leljék a játékban. Játszottunk egymással, a barátokkal, a szakközépiskolának a csapatával, tanárokkal, ők mindig mondták, hogy jó lenne alakítani valami komolyabb dolgot. Tudta azt, hogy bajnokságra nem nevezünk be, mert egy bajnokságra az heti 4 edzés, minden hétvége foglalt, és mindenki már családos. Viszont egy amatőr csapatot elképzeltünk magunknak, és úgy is indult meg, heti 1-2 alkalommal edzettünk, 12-en, 16-an, 20-an, a mai nap 44 tagja van a NARÉ-nak, a Nagykálói Röplabda Sportegyesületnek. Ennek több mint 20 tagja ifjúsági, a többiek felnőttek. A felnőttek, én vagyok a messze a legidősebb, a legfiatalabb a felnőttek 19. éves. Férfiak, nők, volt mikor volt komplett női csapatunk két tartalékkal is, utána inkább a férfi és inkább a vegyes csapatok. Most már azt kezdik figyelni, hogy a veles, hogy játszanak a lányok is. A 14. NARÉ kupán a hazaiak két együttese és a Hajdúnánás mellett Csehországból, Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából érkezett csapatok léptek pályára. Király Helmesz egyik legrégebbi, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de egyre szorosabb az Aranyos Maróttal is, már voltunk két versenyük, nekik össze van mindig a versenyük, de ugyanúgy a cseh csapat, a Mihálovce is, vagy ugye a Nagybánya, Szász Régenből is érkeznek sokszor a csapatok, meg oda is szoktunk menni. Tehát egyre nagyobb bázis van, és egyre több testvérváros, és egyre több nemzetközi tornán veszünk részt. Két csapatra osztottuk most a NARÉ csapatát, mivel ugye egyre többen vagyunk szerencsére. Remélem, hogy mindkét NARÉ csapat a legjobb négybe bejut. Reménykedünk abban, hogy az egyik, legalább minimum az egyik csapat döntőt is játszik, és szeretnénk nyilván megnyerni a tornát. De ez ellen ugye lesz a romániai csapatok, azt szerintem elég kemények. Meglátjuk, mit tudunk majd kihozni belőle. A NARÉ A csapata bejutott a döntőbe, ott azonban vereséget szenvedett az Ilaktól, így a romániai együttes nyerte a tornát. A harmadik helyen a szlovákiai Aranyos Marút csapata végzett. A nagykálóiak július 13-án egy nagyszabású strandröplabda tornára várják a csapatokat.